Németh Noémi vagyok az M1 híradótól. Elnök úr, az előbb úgy fogalmazott a mérföldkövekkel kapcsolatban, hogy ugye azokat nem az Európai Bizottság kényszerítette ki. Segítsen akkor egy kicsit eligazodni, hogy mi történt. A legnagyobb örömet okozza nekem, hogyha nekem eligazítás kell. Miért dolgozunk? Azért dolgozunk, hogy Magyarországon megszűnjön az intézményes kormányzati lopás. Ma is amellett érvelek, teljes erőmből, hogy ne engedjük meg, hogy ellopják az európai pénzeket Orbán Viktor családi és személyes köreiben. Úriember sem vidéken, a magyar nagyvidéken, sem Budapesten ilyet nem tesz. Orbán Viktor nem viselkedik úriemberként, nem szavahihető ember. Aláírta a 27 mérföldkövet, és most mit csinál? Kiabál a parlamentben, minthogy a kocsmában lenne. A médiával kapcsolatban fogalmazottan, úgyhogy tízszer is megfontolnám, hogy ellenzékiként szabad-e oda menni. Valójában mi rengeteg meghívást utasítottunk vissza, ezt 4 napja mondta, hogyha jól tudom. Tegnap pedig azt írta a közösségi oldalon, hogy mi mindig csak akkor kerülünk be a köztévébe, ha valakit Orbán emberei a földre visznek. Ebben is segítsen egy kicsit, mert nekem az egyik mondat fekete, a másik fehér, tehát van egy ellenmondás a két mondat. Most akkor mi az igaz? Ellenmondások feloldásában én vagyok az egyik legjobb az országban, hogy segítek ennek. A Magyar Köztelevízió bűnös, megengedhetetlen, a demokratikus alkotmányosságot súlyosan sértő módon egy párt tévéjé változott. A Magyar Televízió alapvetően nem a magyar valóságról számol be hitelesen, hanem közvetlenül, leplezetlen módon, bűnösen a hatalom pártját, a Fidesz pártját segíti. Ezzel a köztelevízióhoz kritikusan kell viszonyulni. Ez a köztelevízió leteperi. Én is meg fogom várni önt. Ez egy viszonylag normál bevett szokás, hogy én csendben marad, amikor ön beszél, meg csendben marad, amikor én beszélek. De ha más javaslata van, akkor bevezethetjük. Igen, nem kell bemenni a köztelevízió interjúiba főszabály szerint. Tisztel is meg kell gondolni, mikor engem hívtak az elmúlt 3-4 hétben, akkor ezt visszautasítottam. Ezt most ön is elismerte, hogy hívták önt is, és egyébként a DK-s képviselőket is. És hát ez a poszt akkor született, amikor már az a műsor adásba került, ahol Szaniszló Sándor élőadásban volt a vendég. Őszintén szólva, a jó hiszeműségünk és jó indulatunk vezetett akkor, amikor arra bátorítottuk Szaniszló polgármester urat, hogy fogadja el a meghívást. Én önöket egy rendkívül erkölcstelen, káros és bűnös intézménynek tartom, akik azért hívnak meg bennünket, hogy nekünk még több kárt okozzanak. Higgye el, az itt nem érdemes elmenni. Elnök úr, látta egyébként ezt az adást? A televízió nézési szokásaimról szívesen írok önnek egy kis esszét. Mostanában ilyen írói hangulatomban vagyok.